A szabadkai zeneiskolában az alapfokú képzésen maradt betöltetlen helyekre lehetett felvételizni. Az első előkészítő osztály a 6 és 7 éves gyerekek számára van. A 8 és 9 éves diákok a harmonika, a hegedű és a gordonka mellett még tamburára tudtak jelentkezni. A 10 és 11 évesek trombitára, klarinétra és kürtre tudtak felvételt nyerni. A 14 évnél idősebbek népi énekszakra jelentkezhettek. Prijavila sam se za odsek etno, odnosno tradicionalno pevanje i to sam odlučila tako što sam počela da igram u folklornom društvu i tamo smo imali pevačke sekcije i to mi se svidelo i tako sam odlučila, pošto sam završila osnovnu muzičku školu u Nižu, da upišem i ovaj odsek, traje 2 godine i mislim, ne mislim da ću se time baviti u životu, ali to mi je jako lijepo i jako volim da pevam. A képességfelmérő vizsgán a leendő diákoknak egy gyermekdalt kellett elénekelniük, ezután a ritmusérzék próba következett, majd a zenei memória vizsgálat zárta a felvételit. Neve Narácsics, a szabadkai zeneiskola tanára hétfő délelőtt azt remélte, hogy a diákok betöltik majd az üresen maradt helyeket. Mekkora az érdeklődés idén? Hát most még reggel nem annyira, tehát néhányan voltak, de reméljük, hogy napközben többen lesznek, tehát délután valószínűleg, ahogy a szülők dolgoznak, akkor hogy délután többen jönnek. A zeneiskola tanárjai egész nap várták a diákokat, akiknek minden segítséget megadnak majd, hogy kiváló zenész legyen belőlük a jövőben, ha az intézményben végzik tanulmányaikat.